most már szinte biztos, hogy gazdasági válságba süllyed Európa. Több nemzetközi szervezet is erre figyelmeztet. A Nemzetközi Valuta Alap és az Európai Központi Bank is borúsan látja a jövőt. A kontinens megmenekülhetne a visszaeséstől, ha Brüsszel újra gondolná szankciós politikáját, de erre nem látszik hajlandóság az EU vezetői részéről. Európa szerte emberek milliói félnek a megélhetési válságtól, és egyre többen vonulnak az utcára emiatt. 30 éves rekordot döntött az infláció Csehországban, 18%-os volt a drágulás szeptemberben az egy évvel korábbi helyzethez képest. Ilyenre 1993 óta nem volt példa. Az infláció különösen az év eleje óta meredeken emelkedik, január óta a duplájára nőtt. Megváltozott a vásárlói viselkedés, sokkal megfontoltabban nyúlnak a pénztárcába, kevesebbet is költenek, mondta egy prágai üzlet tulajdonosa. A cseh kereskedelmi kamara igazgatója szerint az év végéig nem lehet javulásra számítani, s a távolabbi jövő is ködbe burkolózik. Azt mondta, sok minden függ a geopolitikai fejleményektől, utalva az ukrajnai háborúra. Gazdasági és szociális válság fenyeget Németországban, figyelmeztetett Robert Habeck német gazdasági miniszter. Ez a súlyos energiaválság egy gazdasági válsággá terebélyesedhet, amellyel párhuzamosan egy szociális válság is kibontakozhat. Ha meghallgatják Vlagyimir Putyin beszédeit, hallhatják, neki épp ez a szándéka. A magas árakkal és magas inflációval tönkre akarja tenni Németország és Európa politikai stabilitását, mondta a zöldpárti politikus, majd kijelentette, 0,4%-os gazdasági visszaesést jósolnak 2023-ra, ami derűlátóbb, mint a nemzetközi 7%-os várakozás. Az infláció marad a legnagyobb kihívás Európában a következő hónapokban, jelentette ki az Európai Központi Bank elnöke. Christine Lagarde szerint azonban ahhoz, hogy elérjék a stabilitást jelentő 2%-os inflációt, elsősorban az ukrajnai helyzetet kell kezelni. Nagyon magas az infláció, vissza kell térnünk a 2%-os középtávú inflációhoz. Ez jelenti a stabil árakat. Nyilvánvalóan ehhez számtalan dolgot kell megtennie a piac számos szereplőjének. Az IMF kiváló fórumot nyújthat arra, hogy megbeszéljük, mire van szüksége Ukrajnának a pénzügyi támogatás az újjá építés terén, ha egyszer véget ér a háború. Sokan dolgoznak azon, hogy a szükséges számokat megvalósítsuk, fogalmazott a bankár. A gazdasági válság további mélyülésére figyelmeztet a Nemzetközi Valuta Alap friss jelentése. A szervezet szerint különösen az eladósodott országokat fenyegeti a válság, nekik sürgősen változtatniuk kell pénzügyeiken, ha el akarják kerülni az összeomlást. Ha az infláció magassá és ingadozóvá válik, a hitel egyre drágább lesz, költségei egyre kiszámíthatatlanabbá válnak. Ha a magas infláció magas eladósodottsággal párosul, a kamatlábakkal együtt a bizonytalanság is szárnyalni kezd, figyelmeztetett a szakértő. A jelentés azt javasolja a kormányoknak, igazságos adórendszert és átfogó szociális hálót építsenek. Csak így lehet növelni a társadalom biztonságát a közelgő válság árnyékában.